Egy, kettő, három. Hello, Nyíregyháza! A polgármester vezényletével idén is hangos hellóval köszöntötte Nyíregyházát a város apraja nagyja. Az egész napos kulturális program 5 esztendeje már a térség turisztikai szezonnyitó rendezvénye is egyben. Kerestünk egy olyan napot, amikor már várhatóan jó idő van, hiszen szabadtéri program, és kellemest a hasznossal összekötve egy turisztikai attrakcióval is indítjuk az évet. Ez egy tulajdonképpen turisztikai évadnyitó rendezvényünk is, de hát ez is elsősorban nyíregyháziaknak szól, meg ahogy szoktam mondani a vendégeinknek, akik egyre nagyobb számban jönnek ide. Már a délelőtt folyamán megtelt a Kossuth tér, ahol a köszöntőt követően gólyalábasok óriásbábokkal szórakoztatták a látogatókat, előadásukkal mosolyt csalva a gyermekek orcájára. A római katolikus társszékes egyház előtt nem csak köszöntésből nem volt hiány, egymást túl kiabálva szurkoltak szülők, óvónők és gyermekek a versengő óvisoknak. A minden évben hagyományosan megrendezett sportvetélkedőn valamennyi gyermek jól szórakozott. Voltak pizzafutárok, meg egy karikába kellett kettő gyereknek futni. Meg ilyen fabotot kellett fogni, meg lufit pukkasztani. A Kossuth téren felállított nagy színpadon és előtte egész nap színes programok várták az érdeklődőket. Megszólalt a telefon, kuku felülik az ágyra és a mancsával felébreszti Eszter. Az idei Hello Nyíregyházán nem csak a város főtere népesült be, hanem valamennyi odavezető utca is. Új látnivalóként mutatkozott be a Dózsa-György utcán, a Szakmák utcája, ahol a Nyíregyházi Szakképzési Centrum intézményeiben folyó képzési kínálatból kaphattak ízelítőt a látogatók. A főtéren a Szökőkút mellett friss, tavaszi virágokkal, zöldségekkel, madárkiállítással, arcfestéssel, csillámtetoválással várták a hellózó nyíregyháziakat. A városalapítók szobránál az esélyegyenlőség jegyében a sérült vagy fogyatékkal élőket segítő egyesületek kaptak helyet Mosoly utca elnevezéssel. A sétáló utca pedig egy napra Művészetek utcájává alakult, ahol a képzőművészeté és a zenéjé volt a főszerep. A Móricz Zsigmond megyei könyvtár előtti tér pedig mint könyvsziget népesült be. A Szabadság téren a Váci Mihály Kulturális Központ előtt az úgynevezett Civil Sziget vidám színpadi produkciókkal szórakoztatta az eseményre érkezőket. Volt civil kultúrpiac és vásári forgatag is. A Kossuth térről a Korzó felé vezető utcakaszon fordult meg talán a legtöbb gyermek. A Kölyök utcának elnevezett területen az eddig megszokottól nagyobb és érdekesebb játékudvar fogadta a kicsiket, valamint az összegyűjtött köszönő tallérokat is itt lehetett beváltani. Az 5. Hello Nyíregyháza színes programját idén az Ocsó Macsó koncertje, Tűz Show és Utcabál koronázza meg.